A magyar minőség hírnökei a hungarikumok, azok közé a piramisávű rendszernek köszönhetően egy-egy települési tájegységi nevezetesség is felkerülhet, mondta Tisza Szalkán Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság alelnöke. Hozzátette, az értékmentő és őrző munkába a fiatalokat is be kell vonni, ezért is hozták létre a hungarikum vetélkedőt. Nagyon örülünk annak, hogy rengeteg fiatal megmozdult Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, rengeteg fiatal megmozdult országosan is, de a mi megyénk abszolút élen járt, hiszen a megyei döntőben is 70 csapat jelentkezett, és onnan kerültek ki a országos döntőben oly nagyon jó szereplő tiszaszalkai általános iskolások is. A megmérettetésre ezt a kisfilmet készítették a tiszaszalkai fiúk. Lovagi ruhába öltözve a múltba kalauzolják a nézőket, miközben a régi Bereg vármegye értékeit mutatják be. Magunk is benne voltunk a filmben, ebben 4 hungarikumot mutattunk be. Ezek a boldogság alapjai. Az egészség, étel, ital és szórakozás. Az egészséghez kell a béres csepp és béres csepp extra, a szórakozáshoz a tárogató, ételhez a tiszai halászlé, és italhoz a pálinka. A fiatal versenyzők Kósa Kristóf, Tóth Krisztián Zsolt, Morvai Dániel és Bajusz Botond élménybeszámolójukon elmondták, igazi csapattá kovácsolódtak össze, miközben játszva tanultak. Több információt is kaptam, és hát az izgulásokat, azokat szeretem. Azon kívül megismerhetem a hazámat, és most már bárkit el tudok kalózolni a megyénbe, és most döbbentem rá, hogy milyen értékek vannak a megyénben, milyen gazdag a megye, ahol születtem. A fiatalok előtt több helyi nemzeti érték sorakozott az asztalon, az élménybeszámolón a résztvevők a hungarikum mozgalom alapjairól is hallhattak. A magyar kutyafajtákból indult el az a kezdeményezés, Simicsko István miniszter úr részéről, hogy akkor becsüljük meg a magyar értékeinket, így kezdődött a hungarikum törvény előkészítése, megszavaztuk a jogszabályt, és minden megyében alakult egy értéktárbizottság. Az értéktárbizottságba megválasztották a tisztségviselőket, és arra kérték a településeket, hogy mindenki a saját településén értéktek tartott dolgokat. Ez lehet egy ipari műemlék, nagyöcsedi vízszivattyú, például az egy ipartörténeti műemlék, természetes volt, hogy bekerül a megyei értéktárba, vagy a Túr Istvándi vízimalom, természetes volt, hogy bekerül. A tiszaszalkai fiatalok elmondták, ők hungarikumnak javasolnák többek között a Beregi Keresztszemest, a Parlamentet és a Túró Rudit is.